Idősödő társadalomban élünk, 10 év alatt a 60 év felettiek száma 12%-kal nőtt. Ez gazdasági nehézségeket is okozhat, ezért fontos, hogy több gyermek szülessen hazánkban, véli a megyei közgyűlés elnöke. Sesszák Oszkár, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil információs centrum Fókuszban a családok című rendezvényén kiemelte, a kormány bőkezű családtámogatási rendszerrel segíti az embereket. Nagyon fontos az a adókedvezmény is, ha bár jelképes, amit a fiatal családoknak biztosít a adótörvény, az az első 3 évükben jelentős összegeket lehet leírni az adóból is. Lehet még számos más állami intézkedést sorolni, de hát ezek közül talán leginkább a csok, ami a legtöbb hát energiát szabadította fel remélhetőleg. És hát ez azért fontos különösképpen a megyének, mert sajnálatos módon fogy a népességünk már ennek a megyének, és ugye Magyarországnak ez 20 éve így van. 10.076.000 fő, ennyi volt a népesség száma 2006-ban Magyarországon. A legfrissebb KSH adatok szerint idén már alig több mint 9.800.000-en vagyunk, 2060-ra pedig 8,6 millió lehet a népesség, ezt mutatja a legpozitívabb népesség előre számítás. Erről már a család és népesedés politikáért felelős helyettes államtitkár szólt a Nyíregyházi Fórumon, Fűrész Tünde kiemelte, ezért is fontos a gyermekvállalás, az azt támogató csok. Az összesség élőnek körülbelül az egynegyede, aki 3 vagy több gyermeket nevel, vagy 3 vagy több gyermeket szeretne majd nevelni, úgyhogy ez mindenképpen egy örvendetes tény. És ami még nagyon fontos, hogy úgy látjuk, hogy a házasságkötéseknek is valamennyire ösztönzést adott a csók, hiszen a tavalyi év végén, illetve az idei év első negyedévében is nagyon szépen és jelentősen nő a házasságkötéseknek a száma. A házasságkötések száma az elmúlt években nőtt, ám az évtizedekkel ezelőtti számoktól még jóval elmarad. 1980-ban például több mint 80 ezer házasságkötést, 2010-ben pedig 35,5 ezer házasságkötést regisztráltak. Az elmúlt években azonban nőtt a kedv, tavaly közel 46 ezerszer mondták ki a boldogító igent. Fűrész Tünde a Nyíregyházi Fórumon hozzátette, a válások száma csökkent. 2010 és 2015 között több mint 13%-kal.